17 családról, nevelésről szóló történetet mesél a Heti Válasz új, Istenhozott című kötete. Az érdeklődők a könyvbemutatón több interjú alanyunkkal személyesen is megismerkedhettek. Fontos, hogy a természetes szülés kapjon ilyen fórumokat is, interjúkat, média megjelenéseket. Nem elég csak az, hogy szájról szájra adják az emberek a hírét? Hát azt gondoltam, hogy elég, de mivel olyan nagyon nagy ütemben nem terjed, ezért lehet, hogy fontos az is, hogy minél többen halljanak róla, és minél többen tudjanak. Olyan szinten mindenképp fontosnak gondolom, hogy azok az asszonyok, akik szülés előtt állnak, egyáltalán tudjanak róla, hogy különböző módokon szülhetnek, és hogy megvan, hogy hol és hogyan tudnak szülni. Az interjúban arról beszél, hogy sokszor indiai körülmények között kell dolgozni az orvosoknak, és ezért küldetéstudatból jött haza. Ajánlaná a saját történetét olyanoknak, akik szintén a hazajövetelen hezitálnak? Hogy tudom-e ajánlani, hát azt gondolom, hogy remélem, hogy nem kell ajánlom, remélem, hogy a körülmények folyamatosan javulni fognak. Inkább remélem historikus történetek, amiket mi elmondunk, és persze ezt nagyon sok humorral kell kezelni. Tehát én azt gondolom, hogy a közbeszédben mindig ilyen indulatok feszülnek egymáshoz, és mindig egyből mindenki végletes politikai végpontokat próbál kirajszegezni, és én úgy gondolom, hogy ezt a közbeszédet meg kell változtatni. Steinbach Éva vagyok, egy 8 gyermekes édesanyja, aki a Dandada szolgálatot vezetem, ez egy sorstár segítő szolgálat a Dan alapítványon belül. A Down-szindrómás gyerekek szüleinek segítünk. Mi úgy gondoljuk, hogy egy Down-szindrómás gyerek ugyanolyan értékes tagja a társadalmunknak, és ugyanolyan jó gyerek idézőjelben, mint bármilyen más gyerek, illetve bármilyen más kisbaba, amikor megszületik, és abban próbálunk segíteni a szülőknek, hogy ezt ők is megtapasztalják. Mennyire nehéz küzdelem ez keresztül vinni ezt az üzenetet, sokszor teljesen ellentétes álláspontokat átfordítani? Hát nem olyan könnyű, mert azért a társadalmunk ugye nem így gondolkodik róluk, hiszen a szűrővizsgálatok nagy része is ugye arra irányul, hogyha kiderül egy Down-szindrómás gyerekről, vagy magzatról, hogy érintett egy magzat, tehát Down-szindrómás, hogy akkor ezt a terhességet megszakítsák. De én azt látom, hogy egyre több olyan anyuka van, aki megtartja annak ellenére a terhességet, hogy kiderül, illetve aki nem is tartotta volna meg, de nem derült ki a terhesség folyamán, szerintem a legtöbb család utána föl tudja ezt dolgozni, és együtt tud ezzel élni. Miután nem hosszabbították meg a szerződését, a Szent Imrében kisebb fajta mozgalom indult önért. Mi volt a legmeglepőbb ezek között, a legmeglepőbb üzenet? Hát a legmeglepőbb az volt, hogy ennyi embert értek el, mert az is meglepett, hogy annyi kismama a legelején, amikor a kórház elé kimentek, és ott kérték, hogy vegyenek vissza a kórházba, vagy ne bocsássanak el, ez is nagyon meglepő volt számomra. De aztán az, hogy ez így országos szinten is, ez a téma ennyi embert értek el, ez is nagyon meglepett. Mennyiben más hívőként végezni azt a hivatást, ami az öné? Hát én a hit alatt én állandóan a kétkedést értem, hogyha engem néz, nem én vagyok a példa. Tehát, én azt gondolom, hogy most kis szerénységgel használom ezeket a szavakat, mert olyan emberek között értem, akiknek tényleg a hitélete példa volt és kisugárzás. Ezzel szemben én meg én a kérdezést és a kétkedést kaptam ajándékul, ezzel megyünk előre,